Újabb ösztöndíjat adott a dr. Verestói Attila Alapítvány, az oktatási támogatási programot is működtető civil szervezet részt vett az SKA Fuss Neki programjában, ahol az egyesületeknek, alapítványoknak lehetőségük nyílt induló, vagy éppen már futó projektjeikre pénzt gyűjteni. A civil szervezetek jó közösségi projektekkel jelentkezhettek, futókat toboroztak, akik rokon szenveznek az adott projekttel, szívesen vállalták, hogy szaladnak néhány kört a kezdeményezés érdekében. A stabil, azaz előre felajánlott összegeken kívül a lefutott körökért is lehetett támogatni az adott szervezetet. A legtöbb támogatást 9080 lejt a dr. Verestói Attila Alapítvány kapta. Összesen 13 Hargitai és Kovászna megyei településről érkeztek adományok, összegzett Nemes Melinda, az alapítvány ügyvezető igazgatója. Az összeget az egyetemistáknak szóló ösztöndíj program kibővítésére fordították. Szombaton 8300 lejt osztottak ki Bíró Szilárd, Dénes Artúr, Ábrán Hunor, Balla Enikő, Kis Boglárka és Búrján Kinga diákoknak. A dr. Verestói Attila Alapítvány a Jövő Magad vagy elnevezésű programját 5. éve működteti. Hargita megyei középiskolások, egyetemisták és kutatók kapnak egy éven keresztül havi ösztöndíjat. Most további 6 diák részesülhetett támogatásban.